A következő napokban várható csapadék mennyisége alapján a vízügyi szakemberek egyelőre nem várnak magasabb fokú árvízvédelmi készültséget megyénk folyóin. A Krasznán volt első fokú árvízvédelmi készültség január 7 és 12 között. Ez már levonult, tehát megszűnt az árvízvédelmi készültség, az akkori csapadékból alakult ki, illetve a Túron közelítette meg az első fokú árvízvédelmi készültséget a vízszint, illetve belvíz van idén folyamatosan. Igaz, hogy egy öblözetben, a Felső-Szabolcs alsó térségében, ez mivel lefolyástalan területi civattyús átemelést kell alkalmazni a Tiszába, magyarán a Tiszabercei szivattyú telep olyan naponta 120-130 ezer köbméter vizet emel át. A megye keleti részén, a Berekben és a Tisza-Szamos közben szinte vízhiány van jelenleg. Ezeken a területeken vízvisszatartást alkalmaznak, töltik a tározókat. A tározók töltöttsége jelenleg 55% körüli, de már készülnek a nyári szárazabb időszakokra a szakemberek. Kettős a feladatunk. A csapadék előrejelzéseket folyamatosan figyeljük, hiszen változékony az időjárás, ugye hol havazás van, tehát szilárd halmaz állapotú csapadék, hol esők. Most a következő 6 napra egy 25 mm csapadékot mond a Felső-Tiszára, az Országos Meteorológiai Szolgálat, 11 mm a Szamos-Krasznára. Ez azért csapadékmennyiségben nem olyan sok, tehát árvizet nem várunk. A belvíz kismértékben növekedhet, mert ha a talajfagy egy darabig még megmarad, az arra hulló csapadék azért a belvizet növelheti. Viszont szeszélyes az időjárás, mert a mostani napokban meleg van, úgymond a talajfagy lecsökken majd, elmegy, és a csapadék esőbe hullik le. Viszont amikor majd lehűl az időjárás jövő hét elején, az átmeneti időszakban ugye ez átmehet havazásba. A szakember hozzátette, a megye ár- és belvíz védekezése felkészült az időjárás előrejelzések alapján várható helyzetekre.